mutatom az egykerekű gyalogos utánfutómat. Ez a szerkezet kb. 300-350 km futott már. Úgy gondolom, hozta az elvárásokat. Tulajdonképpen milyen elvárások fogalmazódtak meg bennem. Elsősorban az, hogy megkönnyítse az életemet több napos vándorlás során, mikor 15-20 kilót cipekedek, azt kerékre tegyem. Úgy gondolom, hogy eddig alapján hozta elvártakot, nyilván mikor hazajövök, mindig módosítgatok rajta, flex után kapdosok, és akkor itt-ott variálok. De alapjában maga az alapötlet, hogy kerékre tenni a súlyt, az úgy gondolom, hogy jó gondolat volt. Az meg különösen, hogy egy kerékre. És ökszor tapasztaltam csapásokon, lényegesen egyszerűbb az életem. Több módja van. Van ilyen hord módja, mikor hátra veszem. Ez vonat esetén, busz esetén, metrón lehet előnyös. Nem beszélve akkor, mikor egy olyan terepszakaszra érkezünk, sziklák, vagy egyszerűen nem gorul már a kerék, túl kicsi a kerék, vagy egyszerűen használhatatlan. Ekkor bárra veszem, és akkor helyesítálkatok vele. Egy pár kilométert simán el lehet vele menni, és akkor újra leteszem, és akkor megmutatom, hogy történik ennek a guruló funkciója. Kihúzom a kart, van neki egy ilyen lálpántja, amit nem tudom, fel szoktam tenni, majd hasredet bekötöm. És mutatom, hogy itt tulajdonképpen arra van szó, hogy van egy gyors funkció, egy gyors kioldója, ami azt jelenti én esetemben, hogy szükség lehet olyan esetekben, hogy elváljunk egymástól. Kocsonyosan kioldom, és ide elmegyem. Látjuk? Legurul, felgurul, nyilván egy a lényeg, én maradjak, hogy megjárja a saját útját. Fontos, hogy ne erőlködjék vele, olyan is volt már annak, hogy birkoztam vele, eltörtem. Hát jó van, semmi gond, hazajöttem, megreggeztettem, sőt, még alakítottam rajta, az élet megy tovább. Ennek a csúsztatható rudadatnak három állása van, nyilván ez az első állás, van egy olyan állás, mikor bizonyos szögbe megtöröm ezen a ponton. Meg van egy harmadik parkolóállás, mikor táborozásnál csak egyszerűen leteszem. És akkor nyilván bizonyos szögbe állít a hát, és elkomod tudok benne kibepakolni. Később majd úgy tervezem, hogy kiviszem terepre is, és akkor megmutatom, hogy hogyan gördül, hogyan kilódok, szenvedek vele, buszon, vonaton. Egyelőre ennyit róla, jó?